Üdvözlet mindenkinek az infobaba.hu weboldalon, ezúttal a Rioi Karnevált fogjuk megnézni röviden, ami valószínűleg már mindenkihez eljutott, mégis úgy gondoltam, hogy néhány szót érdemes erről ejteni, mielőtt belevágunk ebbe. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok, Infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Igen, gyorsan pörögnek az események, nem egyszerű lépést tartani vele, hogyha belegondolunk abba, ami történt néhány nappal ezelőtt Magyarországon a tömegbalesettel kapcsolatosan. Lehet, hogy ide vehetjük Orbán Viktor bejelentését is, miszerint ez már ő úgy véli, hogy a harmadik világháború kezdete, Mindezek ellenére én úgy gondolom, hogy azok számára, akik nyitott szemmel járnak a világban, ez egy fontos üzenet lesz legalábbis, ami történik, történt Rióban a karnevál kapcsán, ugyanis ez rávilágít egyértelműen arra, hogy melyik időszakban is élünk, mivel mindezek a dolgok eddig okultnak számítottak, rejtetnek valami olyasmi, ami a háttérben történik, a többség szem elől elrejtve. Mostanra azonban teljesen egyértelmű, hogy az ellenség és mindazok, akik őt szolgálják, uralkodnak a világ fölött, és itt az történik a Földön, amit ők szeretnének, vagy elképzeltek. Még akkor is, hogyha én tisztában vagyok azzal, hogy a teremtőnk az, aki végső soron az események menetét koordinálja a háttérből. Ugye ez az utolsó óra számunkra, mint emberiség, az egyértelmű kell, hogy legyen. Hogyha megfigyeljük az eseményeket. Ezek nem random történések, véletlenszerű dolgok, és még csak nem is hibáztathatjuk az ellenséget, vagy a világot irányító elitet azért, hogy ez történik. Kollektíve, mint emberiség, így erre a szintre süllyedtünk le, hogy ez már megengedett. Nem mehetnének el idáig, hogyha az emberek morális erkölcsi szintje nem süllyedt volna le erre a szintre. Nyilván kérdezhetnénk, hogy hogyan is jutottunk el idáig, az eseményeknek nincsen köze ehhez, de természetesen van. Nem tudnák mindezt megvalósítani, hogyha mi nem járulnánk hozzá legalábbis hallgatólagosan azzal, hogy a többség egyrészt részt vesz ebben, másrészt pedig hallgatólagosan beleegyezését adja. Most, hogy ki, hogy én nem azt mondom, hogy ebben a konkrét esetben vagy a karnevában részt vesz. De végtelen ehhez hasonló esemény és jelenség történik a világban párhuzamosan, és a nagy része az embereknek egyikben vagy másikban így vagy úgy, de részt vesz. Gondoljuk csak a koncertekre, a fesztiválokra, a díjátadókra, vagy akár csak a hétköznapi viselkedésére mindenkinek, hogyha nem akarunk túlságosan elrugaszkodni a valóságtól. Meg lehet magyarázni mindezeket, az ünnepeket, így vagy úgy, mint ahogyan a világ meg is próbálja, mint ahogy ez esetben is a karnevál kapcsán. Azonban a szimbolika az egyértelmű. És gondoljon bele mindenki abba, hogy Brazília, úgy ahogy Dél-Amerika, katolikus többséggel rendelkezik. Vajon ez az, amit a megváltó elképzelt, hogy az ő hívei 2000 évvel később cselekedni fognak, hogy így fognak viselkedni, miközben elmondta egyértelműen, hogy az, aki a világot szereti, az nem lehet az ő barátja, és mindenki, aki ragaszkodik ahhoz, ami a Földön van, ami a test lényegében a húsnak a helye, a testnek a helyszíne, az, ahol mi élünk, az el fog tűnni nyomtalanul, mintha sosem lett volna. Ennek ellenére oda jutottunk, hogy azok, akik azt gondolják, hogy ők hívők, ebben vesznek részt. Hát akkor mi, ha nem ez az utolsó időknek az egyértelmű jele? A karnevál kifejezés az kötődik a római katolikus valláshoz, és ez a 40 napos bőjtött megelőző egy hetet ünneplik ekkor húshagyás gyakorlatilag a szó szerinti jelentése. Én pusztán fel akarom hívni a figyelmet arra, hogy ez világszerte zajlik az erkölcsnek a pusztítása szánt szándéka. Olyan személy, akit a maga értékének, érdemének, elért eredményének tudatában önérzett, öröm tölt el. Ez a büszkeség, ez lenne a büszkeség. Mondja hát el valaki, hogy mi ebben, ami okot adna bárkinek arra, hogy ezt értéknek, érdemnek vagy elért eredménynek tartsa, és ez önérzettel, örömmel töltse el. Bízom abban, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót. A célom az volt, hogy azokat, akik keresik az igazságot, azoknak megtalálták, egy újabb alkalommal figyelmeztesem arra, hogy az óra közeleg, amikor lejár az időnk, és az események körülöttünk egyértelműsítik azt, hogy a bűn az napról napra növekszik a világban, a képzeletbeli pohár pedig telik meg ezáltal.